Áldás békesség. A mai nap Márk evangéliuma komor, nehéz 13. fejezetének a második felét olvassuk. A 32. verstől olvasom a fejezet végéig. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja. Sem az angyalok az égben, sem a fiú, hanem csak az atya. Vigyázzatok! Virrasszatok! Mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő amint az útra kelő ember is, amikor elhagyja házát, megbízza a szolgáit, mindegyiket a maga feladatával, az ajtóőrnek is megparancsolja, hogy vigyázzon. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mikor tér vissza a ház ura, este vagy éjfélkor, kakas szóra vagy reggel. Ha váratlanul megérkezik, nehogy alva találjon titeket. Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom. Vigyázzatok! Ennek a fejezetnek az első felében Jeruzsálem ítéletét hirdeti meg Jézus. Mert aki elutasítja az élet urát, annak a pusztulás marad végül, hiszen Jézuson kívül nincs élet. Ezt hirdeti nekünk az Evangélium. Az élet Jézusban vált elérhetővé a mi számunkra. Az igazi élet, az örök élet, a felszabadult élet, a boldog élet forrása, a vele való közösség. A folytatásban ennek a profétai beszédnek máshova kerül a fókusza. Arra a még nagyobb ítéletre, amely Jézus második eljövetele idején fog elkövetkezni. A római hadsereg ostroma rettenetes lesz, tudjuk a beszámolókból, Józsefusz le is írja, tényleg rettenetes volt. De ez előkép csupán. Jelzés, amely megmutatja nekünk, mit jelent elvetni Isten kegyelmét azt a kegyelmet, amelyet Jézus fölkínált Jeruzsálemnek, azt a kegyelmet, amelyet most is nekünk is kínál. Jeruzsálem lerombolása nagyon közel van, mondja Jézus. Nagyon közel van, ennek a nemzedéknek a tagjai közül sokan meg fogják még érni azt. S ahogyan a sűrűsödő fellegek láttán menedéket keresünk, Jézus tanítványainak is fel kell készülnie erre. És Jézus dicsőséges megjelenése? Azt mondja Jézus, azt a napot, azt az órát nem tudjuk. Senki nem tudja, kizárólag egyedül az Atya. Akkor arra nem kell még készülnünk? Kérdezhetnénk. Jézus mondataiban egy felszólítás ismétlődik újra és újra, vigyázzatok! Az, hogy nem tudjátok mikor érkezik, az nem jelenti azt, hogy nem fog eljönni. A valódi hit és a valódi szeretet jele éppen az, hogy a hűségünk nem a külső körülményekhez igazodik, hogy a hűségünket nem a külső körülményekhez méricskéljük. Nem kezd el spekulálni a valódi hit, a valódi szeretet, hogy vajon lesz-e következménye, ha egy kicsit elengedem magam. Hiszen bízom abban, aki jön, hiszen szeretem őt. Karácsony előtti hetekben gyakran hallani azt a népszerű félreértést, hogy az Advent szó azt jelenti várakozás. Valójában ez a latin szó egészen mást jelent: eljövetelt. Nem a mi várakozásunk bizonytalanságát, hanem az ő megérkezésének a bizonyosságát hirdeti nekünk. És erre a megfelelő válasz nem a passzív várakozás, hanem a fölkészülés, a készültség. Mintha egy tűzoltóságon lennénk. Nem tudni, mikor jön a riasztás, de amikor érkezik, bármelyik pillanatban indulni kell, legyünk készen. Mint a szívünknek kedves vendég érkezése előtt. Ha késne is, a házigazdának vagy a házi asszonynak a szeme az utolsó pillanatig azt nézi, nem kell -e valamit helyre igazítani még. Vigyázzatok, mondja Jézus újra és újra. Készen létre buzdít ma a mi urunk. Éljük úgy a mai napot, hogyha megérkezik, amikor megérkezik, minden a helyén legyen. A te feladataid sem maradjanak elvégezetlenül. Ebben mutasd meg a szeretetedet, ebben mutasd meg a hitedet, ebben mutasd meg a hűségedet. Ezért imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, töltsd meg a szívünket a várakozás örömével, és add, hogy átéljük ennek a felelősségét. Amen.